Hóvarás címmel jelent meg a Pataki Lányok új novellája a S című antológiában. A gyűjteményben 11 magyar szerző alkotása olvasható. A fiatal nagykanizsai íróknak ez az első nyomtatásban is megjelenő szerzeményük. Stúdiónkban dedikálták a médiaháznak szánt kötetet a pataki lányok. Novellájukat a kiadó felkérésére írták meg még az évelején. A testvérek elárulták, boldogan tettek eleget az ajánlatnak, mivel a kiadvány azzal a célral született, hogy minél több hazai szerzőt mutassanak be a közönségnek. A projektnek a célja, hogy magyar szerzők tollából jelentessenek meg novellákat, ez az első kötet, de jövőre is fog jelenni meg egy antológia. Ez a kötet romantikus, erotikus novellákat tartalmaz. A miénk a Krisztivel inkább a romantikus vonalra koncentrál. Az ikrek több irodalmi pályázaton is szép eredményt értek el. 512 méter című könyvük lett az első igazán nagy siker, ami rövidesen a könyves polcokon is elérhető lesz mivel ez az első nyomtatott megjelenésünk, nagyon izgatottak voltunk a fogadtatás miatt. Szerencsére pozitívak eddig az első olvasói vélemények, és a jövőre a terveink szeretnénk az 512 méter című regényünket megjelentetni a nyáron. Reméljük, hogy össze fog jönni. A fiatal alkotók hozzátették továbbra is, folytatják a közös munkát, a SZ című antológiát pedig minden romantikus irodalombarátnak ajánlják.